Gyuni? Mostantól Junior is lakója a Felső-Tárkányi állatkertnek. A gyűrűsfarkú Maki 2 hete érkezett Kecskemétről, különlegessége pedig, hogy az egyetlen az országban, amit születésétől fogva ember nevelt. A területen most lovak legelésznek, elkerítve pedig gyűrűsfarkú és barna makik ugrálnak. Az állatkertben található mosómedve nemrég ébredt téli álmából. A kalitkákban fehér varjú, gyöngytyúk és kacagó Jancsi pihen, amiket majd a látogatók is megtekinthetnek. Nagyon sok olyan bemutatóval készülünk, amely illusztrálja az állat-ember barátságot, a felelős állattartás szabályait, próbáljuk megismertetni majd. És hát itt mellettünk lesz majd egy 350 fő befogadására alkalmas rendezvény termünk, ahol filmvetítéseket, előadásokat, bemutatókat tudunk tartani. A nyitásuk még hátra van, az utak kialakítása, a konténerek és a kifutók befejezése. Továbbá az állatok száma is gyarapodni fog. Hamarosan érkeznek többek között oroszlánok, arab papagájuk és szurikáták is.